Áldás, békesség, jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai napot kezdjük egy nagyon rövid áhítattal az előadás előtt. Kérem, hogy kapcsolódjon be mindenki, énekeljük el szép ifjúsági énekünket. Tekintettel arra, hogy rengetegen vannak fiatalok itt közöttünk, és még többen lélekben fiatalok, bár tapasztaltabbak. Jöjj az Úr, vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy! Jöjj az Úr, vár el hát, jöjj, amíg ifjú vagy, életed tavaszát, terüljét neki ad, ó, ne hagyd fejedet, minden őszülni néptek tűnj, ne csupán te Istennek igéjére és annak magyarázatára figyeljünk, ahogyan szól hozzánk a második korintusi levél 5. részéből a 11. verstől. Béküljetek meg az Istennel. Miért kellene Istennel megbékülni? Hiszen ő szereti a világot, és mi is szeretjük őt. De panaszaink, kétségeink, lázadásaink arról tesznek bizonyságot, hogy nem vagyunk sokszor elégedettek a sorsunkkal. Bezzeg a másiknak, mennyivel jobb dolga van. Úgy kell megbékülnünk mindenható Urunkkal, hogy az ő kezéből hálaadással fogadjuk el az áldást és az egészséget, de a megpróbáltatást, betegséget és a nehézségeket is. Mind jó, amit Isten nekünk adott. Csak hálát adhatunk mennyei atyánknak, aki nem csak jó ajándékok sokaságával, de próbatételeinkkel is közelebb visz a célhoz, az örök élethez. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el és mondjuk el együtt közösen felhangon az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. S erre a napra is az Úristen áldását kérjük. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Rövid igei gondolatok után szeretném felkérni dr. Tóth Albert professzor emeritust, aki nekem oly régről olyan kedves ismerős, hiszen amikor a főiskolán én próbálkoztam azzal, hogy mérnöki etikát tanítsam, akkor mindig volt néhány jó szava hozzám. Amellett egy nagyon rangos verseny itt Mezőtúron kerül megrendezésre már 21 éve, a Kán Károly országos verseny, természettudományos verseny, valamint a Herman Otto, egy kicsit odébb,
ez a két országos verseny is olyan megmérettetés, ahonnan az egész országból a legtehetségesebb fiatalok jönnek, nagyon komoly felkészültséggel, és ezeken a versenyeken is sokat dolgoztunk együtt, és nagyon örülünk, hogy a Református Kollégium adhat helyt a Kán Károly országos versenynek, és örülünk neki, hogy együtt tudjuk rendezni ezt a versenyt. Nagyon nagy szeretettel látjuk dr. Tóth Albertet, Berci bátyámat, hogyha így szólíthatom, és nagyon nagy szeretettel felkérem, hogy a mai nap megalapozásaként beszéljen arról a térségről, ahol majd most egy nagy túrát teszünk, és majd körbejárjuk a Nagykunságot, és közelebbről a Tiszató környékét. Felkérem, tartsa meg előadását. Áldás, békesség! Idevalós ember vagyok, tőzsökeres nagykunsági református ember. Ezért, amit mondok, abban a meggyőződésből teszem, hogy mondandóm hiteles legyen. A címben jelzett témáról kívánok veletek egy pár gondolatot megosztani egyfajta rávezetésként a mai programot illetően. Ez a rendezvény, amint látjátok, és ezt ilyen módon tegnap megtudtam, ez már a 20-hoz közelít. Az említett Kán Károly és a Herman Otto verseny pedig már ezen túl is van. Fáradtságomnak részben az oka az, hogy most zártuk vasárnap a 40. Hortobágyi természetvédelmi kutatótábort. Hát ennek a fáradtságával vagyok itt, de a szerepet boldogan vállaltam. Ennyi bevezetésként. A címet magyarázom. Honnunk a Kárpát-medence. Közös honunk a Kárpát-medence. Miért kell ezt magyarázni? Azért, mert ez így van. Itt van amennyien a hányan vagyunk, mindegy, hogy ki honnan jött. Sopronból, vagy Munkácsról. Fülekről, vagy mondok egy délvidéki helyet, ahol, ahogy tudom, innen most nincsenek, de lehetnének. Torontál vásárhelyről. Minden egyes település, amit itt csak megemlítettem, kivételnek a Kárpát-medencének a része. És itt ebben a dologban valamit nem értünk, mert a hon szavunkat kimondani manapság ritkán tesszük, helyette mindent mondunk a globalizált világnak mindenféle bűvös szavaival, aminek értelmét alig-alig értjük. De visszatérek az, hogy a honunkat is így vagyunk vele. Pedig az, hogy haza és hon nem azonos kategória. Amikor Petőfi Sándor az Alföld szerelmese honról beszél, ott vagyok hon, ott az én világom, mondja. De amikor Kölcsi Ferencünk azt mondja, hogy keresi, de nem leli honját a hazában. Akit valami nem azonos fogalom. Hát a haza lehet ködös otthonunk, de a hon még mélyebb értelmi fogalom, amiben benne vagyunk, benne élünk, hagyományát átörökítettük, és ezáltal értékrendje szerint viselkedünk vele szembe, úgyhogy boldog, jól érzett polgárként vagyunk ennek a tájnak lakói, honpolgárai. Szeretném, hogyha a Kárpát-medencének minden egyes darabja tényleg közös honunk lenne. Hát mi az a Kárpát-medence? Értsük meg hozzá azt, amit a múlt tanít. Két nagy államférfinak a gondolatát idézem. A legnagyobb magyarét, múlt, jelen, jövő eképpen hangzik az ő megfogalmazásában. De ugyanezt mondja a másik nagy államférfi, a múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk, azon állunk. És ezt mondja Erdély Széchenyi Mikó Imre. Ez megint egy olyan gondolat, amelyet a mai világ emberem gyakorta nem ért, és ne szerint cselekszik. Tehát a múlt mögöttünk van, kit érdekel, ami most van, azt kell valamilyen módon megélnünk. Lehet, hogy minél több nyereséggel,
Azt mondja, milyen áron, ez már teljesen mellékes. Óriási parancsok jöttek. És itt van maga a Kárpát-medencén. Ez a térkép az, amelyet olyan módon kell megértenünk, hogy van egy teljesen zárt hegykoszorú, ami csak két helyen tör át egy nagy európai folyamadón, ahol Déménynél, ahol bejön, és ahol kimenjen a Vaskapunál. Teljesen zárt hegykoszorúkkal övezett ország. Mást mondok, táj. Hogy ez miért táj, erre feleljen a magyar tájfoglalom értelmezésének szellemi nagysága gróf Teleki Pál, akinek jelesül két tanítványa, Bullabér és Mendől Tibor 47-ben megjelent publikációjában ezt írja. Amit mond, betűiben igaz, olvassuk el ködösen. A Kárpát-medence igaz iskola példája tájegységnek. Benne a különböző tájalkot és tájformált tényezők, a föld szerkezete, domborzata, éghajlata, vízhálózata, növénytakaró, és mindezeken felül, de mindezekkel együtt az ember kultúrát teremtő műtáját alakító tevékenység olyan egységből vattak és fortak össze, amelyhez hasonló földünkön egy sincs. Ez nem egy bulvárlapból vett idézet. Egy olyan szellemi nagyság, mint amit, akit említettem, gróf Teleki Pál, aki a tájelméletben európai alapvetést csinált. Két tanítványa mondja ezt 47-ben. Nekem abban a szerencsében volt észre, hogy van egy harmadik nagy tanítvány. Ott született, ahol Kőrösi Csoma Sándor, ide jött át Magyarországra, és az Ebrecen Egyetemen volt tanárom. Áldott emlékű Kádár Lászlóról beszélek, aki Teleki Pálnak volt a később adjunktusa. Aki fennen vallott ezt, hogy amit tőle tanultunk földrajztudományokból, hogy a Kárpát-medencét csak így lehet érteni. Aki ezt ilyen módon nem ért, az semmit az egész tájelméletből, e vonatkozásban semmit nem ért. És akkor nézzük meg azt, hogy ez a térkép ugyanazt ábrázolja, csak valami piros vonalak mentén a dolog másra vonatkozik. Tehát Trianonnak a legnagyobb bűne nem az, amit politikailag történt csak. Azt ismeri mindenki. De az egységes táj ilyen értelemben megbomlott, torzóvá vált. Ami a tájban kialakult századokon át, mint szerbes kapcsolódás, a piros vonalak mentén megszűnt. És ez a legnagyobb táj problémája korunknak és a jövőnknek is. Az egységes európai nagy tájat ilyen módon feldarabolták ennek az ismeretében. Haladok tovább. A Dunát már nem említettem, ami ászer ezt a Kárpát-medencét. De mégis érdekes módon a Kárpát-medencének a fő folyója Tisza, a legmagyarabb folyó. Fent magyar földön eredt, és lent délen magyar földön a Dunát megtalálta. És hogy ez mennyire így van, ezt nem valami ráfogás alapján mondjuk, hanem a tájat értő emberre rájön, hogy ez a Tisza, és erre majd mindjárt rávélte a legnagyobb magyar, akit gróf Széchenyi Istvánnak hívunk, az valójában így van. Ezen a ponton már bejött a fekete, jött a fehér Tisza, és itt már innen Rahó felett, Tisza Bogdánytól már Tiszaként folyik tova. És amikor ezt ilyen módon meglátjuk, akkor már is odérkezünk a legnagyobb magyar írók egyikéhez, csak zárójelben említem meg, akit Jókai Mórként én Nobel-díjas magyar írónak tekintek, az én szerepem, véleményem ebben semmit nem számít, de aki megír 101 néhány regényt, és abban olyan gondolatokat fektet el, ami örök valóságnak számítanak, aki ezt az embert ilyen formában tartom a magyar szellemélet óriásának. Útleírásai különösképpen erre rávilágítanak. Csak két mondatot idéznék ebből a útleírásából. A Tisza folyó valódi nemtője a magyar névfajnak. Névfajt említ. Még a Nílus folyamnál is nagyobb jelentősége azon népre nézve, amely partján letelepedett. Kitekintés a világnak minden nagy kultúrája folyók menti jött létre. Ha Nílus, Egyiptom, ha India, Mezopotámiát nem is beszélve a bibliai földről. És ezek ilyen értelemben azért értelmezendők
örökké alapvetés számban, mert az embernek legesleg inkább a folyóhoz volt köze, mert ez volt a számára az a élettér, ami egyrészt táplálta, másrészt oltalmazta. És amikor azt mondja, hogy a magyar Nílus, akkor ezzel úgy hiszem, hogy ezt nem kell tovább kommentálni, a Tiszára nézve. És a legnagyobb magyar, aki hát nem éppen alföldi ember volt, nem a Tisza partján nevelődött, hanem ott az Alpok alján. Mégis valami ilyesmit mondta, hogy a Tisza völgy fajtánk bölcsője. Ebben a kis brosúrában. Ha azt mondom, hogy a három legnagyobb művét soroljuk fel, akkor ezt iskolában járó ember tudja, a Hitelvirág stádium, mi tudjuk még dátum alapján is. Erről a tudomány is nagyon keveset tud. A kezembe tartok kis, alig 70 oldalas kis brosúra, amit ilyen címmel jelentett meg 47-ben a legnagyobb magyar, hogy eszmetöredékek. Különösen a Tisza völgy rendezését illetőleg címmel, óriási bölcseleti munka, és ezt, hogyha be lehetne sorolni a Széchenyi nagyművek sorában, első helyre tenném. Gondolatám, én nem vagyok történelem szakos, de nyugodtan kimerem jelent, hogy gondolatiságában a hitelt felülmúlja. Minden egyes sora bölcselet. Tehát ilyen értelemben, mint eszmetöredék, egy bölcseleti munka. És amikor ezt a kis könyvet bemutatom, akkor rájövünk arra, hogy ez a dolog egy fogalmat értelmez. Van egy fogalmunk, amelyet széltébe hosszában idézgetnek még szakmai dokumentumok is, annék, hogy értenénk. A 11. oldalon van egy ilyen idézett mondat. Tisza völgy alatti nem csak a Tisza ágyát értem és adon tért, melyre a kicsapongó Tisza árja terjed, de mindazon folyak is vizek ágyait és kiöntési lapáit is, amelyek a Tiszába omlanak, úgy mint Szamost, Bodrogot, Sajót, stb. Stb. Itt jön be a zseni, túl az államférfi bölcsemberen, aki rendszerbe lát. És akkor ilyen alapon, hogyha azt mondom, hogy most valaki mondjuk éppen a Sajó partján él, vagy esetleg éppen egy olyan kis patakocskának a partján, amelyik éppen a Sajó bömlik, mint a Rima, a Tisza völgyben él. És ilyen értelemben ez a megfogalmazás egy rendszerbe gondolkozó elmének egy zseniális megállapítása, és a Tisza völgyet ilyen tekintetben csak a egységében szabad nézni. Imhol. Ha tetszenek nézni, ez a vízrendszer a Tiszái, ezek a kék foltok, meg amik itt jönnek, van, akik jönnek befele, a Berettyóból és a Körösökből. Akkor ez most melyik tájnak a része? A Tisza völgynek a része, mert mindegyik az említett definíció alapján a Tiszába omló folyóknak, vizeknek a rendszerét jelenti. És hát milyen volt az a rendszer annak idején, amikor az ember még ebben nem nyúlt bele drasztikusan? Itt vagyunk Mezőtúr határában, jön a Berettyó folyó. És a Berettyó itt a Nagykörössel találkozott a mezőtúri határban egyesülve, egy hatalmas, egy mocsári világot hozott létre. Ilyen volt a Kacskaringósan folyó Nagykörös Endrődés Gyoma határában. Most amikor ezek a folyók ilyen módon folytak, akkor még az árterek bőven elroltak lát a vízzel, hiszen ezek a folyók ebben a lelassult víztérben kiáradva hatalmas mocsarakat öntöttek el. És ez volt az a bizonyos egykori vízi világ, amelyről Hermann Otto ilyen rajzot készít. Hermann Otto rajza a pákászról, aki a vízi világ embere volt, nem a halfogó ember volt, amikor a rétségből, a vízi világból megélt. És erre mondja, megint utolok vissza Jókai Móra, aki azt mondja, hogy ez a mocsár és lábvilág volt ősi meredéke a magyarságnak. És itt van egy nagyon érdekes tagmondati beszúrát, és a szabad vallásgyakorlásnak. Mert ide sem hittérítőkkel, misszionáriusokkal és ágyós hadakkal bejönni nem lehetett. Idézett egy új leírásából.
úti rajzából. Tehát ilyen értelemben ennek a vízivának a magyarság megtartása szempontjából oltalmazó szerepe volt. És a magyarság, hogy túlélte a tatáridőket, a török időket, ebben a tájadottság nagy mértékben közrejátszott. Milyen a tájnak az adottsága manapság? A vizek nagy mértékben összefüggnek az időjárással, az éghajlattal. Hogy ezt a tabellát valaki áttekinti, nem megy be a részletekben, a történelmünk nem más, mint aszály és víztörténet. Különösképpen óriási, mértékű, akár még Szegedet is romban döntő árvíznek. De hogyha a víznek hiányában vagyunk, akkor 863-ban olyan éjség tör rejánk, ami az egész Kárpát-medencében se előtte, se után nem következett be. Két korszakos dátum. De hogy a klímaváltozás jelentkezik, tessék megfigyelni a 2000-es évet, úgy tartjuk nyilván a klímatörténetben, hogy egyszerre volt árvíz, belvíz, aszály és fagykár. Ilyen nem volt soha a magyar tájtörténetben, visszanézve a korábbi évszázadokat. És itt van egy elgondolkoztató kép. Ha valaki ezt a képet látja, hogy Hortobágyi Kirenszikó híd, ezt a képet mindenki ismeri. Nekem 26 évvel korábban megépül Karcak határában ez a zátorhíd, ami 9 lyukú, csak éppen 830-ban a két kész szélső pillét leskalpolja egy árvíz. Ez az asztalsimaságú táj, minden ilyen vizeknek kellett menni ahhoz, hogy ezt a romboló munkát a víz akkor elkövessen, és elkövette. Azóta is a zátorhíd csak 5 lyukon áll, a Hortobágy fölül álló híres Hortobágyi Kirenszikó híd pedig még mindig megőrizte meg a 9 pillérit. Hát a vizeknek a tájalakításban a szerepen ismert, itt van a romba döntött Szeged, egy európai nagyvárost 79-ben 340 ház megmaradásán kívül teljes egészében romba döntötte. Európa fogott össze, hogy ez a város talpra álljon. Párizstól kezdve Moszkváig, Londontól kezdve Brüsszelig. És milyen a mai valóság? Túr határában vagyunk, a sok éves átlag 527 mm. De van, amikor ennél több, van, amikor ennél kevesebb. 98-ban 753 mm volt, majd egy évre rá már túllépte a 800 mm-t. Egy körösmenti állomáson ekkor már 1003 mm-t is mértek, rekordok rekordja. És eljön 2000, amikor csak 336 mm eső esik, de Szegeden ekkor csak 203 mm volt. Az Alföldnek az adott térsége egyszer az Alpok alján van, máskor a Góbi-sivatag peremén. És ebből a tájadottságok az itt élnem bennek megküzdenie, hol a belvíz, árvíz, hol pedig az aszály, ami az embereket komoly próbatételre kényszeríti. Indiában, Csarapancsiban nincs gond, ahol a sok éves átlag 11 méter. 861-ben 26 méter eső esett. Példátlan. Na most hát ezt a mi agyunk nem tudja fel se fogni, mert ilyen a környékünkön sincsen. De az sem, hogy 100 éveken át a sok éves csapadék adtak ám a sivatagban egy millimétert nem éri el. Tehát az ő gondjuk. Ez a folt térkép viszont mutatja azt, hogy ahol vagyunk, és ahova önök majd mennek, itt van az a kis kiugrásként a Tiszató, pontosan a peremén vagyunk, az aszályosság itt századokra visszanyúlóan örök veszélyeztető forrás, és ez úgy hiszem, hogy jövőben pedig még egyre inkább fog fokozódni. Sőt, azt kell mondani, hogy három dolog egyszerre. Ez a mi vidékünk, a Nagykunság közép, aszályban, belvízben is, a kettő együttes megjelenésében a legeslegénkább fenyegetett terület. És itt van egy érdekes dolog manapság, hogy érezzenek, amit ebben a kunsági nyelvből is idézek, egy szeretett idős kisújszárás embertől egy vallomást, amikor 974-ben egy interjút csináltam velem, abból idézek egy néhány sort. Ez a képen látható iskola a Klebersbeck unó idejében létrejött iskoláknak egyikén.
kisújszárás határában vagyunk. Csapadékbő évjáratban szinte azt kell mondani, hogy a falakig megyen a belvíz. És ekkor Szabó Lukács bácsi, akit 102 éves korában temettünk el, ezt mondja az említett interjúban. Volt egy darab földünk a Ríten, Göringyesen, ez a göringyesi iskola, a göringyesi iskola dűlőben. Ha jött a víz, úszott az egész birtok. A búzavetés nagy foltokban kiveszett. Egy része pallogon maradt, gombos muhar nőtt a helyén, ami jó legelője volt a tehénnek. Volt, amit kölessel bevetettünk, mert arra is nagy szükség volt. Egy pillanatra megállok, a köles az alföldi ember táplálkozásában visszanyúlik századokra. Arany János jövetír azt mondja, hogy a köles termő rónaságra jött. Most ugye helyette más teszünk, hadd ne mondjam, hogy mit. Bezeg a sarkadipari tengerje, ekkor termett legjobban, pedig alig volt pontosabb, partosabban egy bakarasznál. A bakaraszt a táborban megkérdezik, ki azt a mértéket, hogy mi az a bakarasz. Ez a bakarasz, hűvés mutató újnak, hogy a távolsága. Ennyi volt a különbség. Tehát bezeg a sarkadipari tengerje, ekkor termett legjobban, pedig alig volt partosabban egy bakarasznál. És így van a döbbenet, amit önök ilyen szempontból most egy rohanó buszos bejárás során nem igen tudnak érzékelni, mert az le kéne szállni a földre. Hogy centiméter, sőt milliméterek döntik el ebben a tökéletes síkságú alföldben, hogy mi hogyan. Kiment a búzavetés, de sarkadipari tengerje ekkor termett legjobban, bakaraszti különbséggel. És hát már tájökológia betűjében utolsó mondatáig ennek az egész vélekedésnek, amit legtöbb esetben csak a földön járó ökológus ért meg, bár hogy esetleg még gazdálkodik is emellett. És hogy ez mennyire így van, csak Sarkadi Parit, akit itt említ az Szabó Lukács bácsi, Sarkadi Imrének, a Kossuth-díjas írónak volt a nagybátyja. Az Elveszett paradicsom című híres drámája Sarkadi Imre Pari bácsak a tanyáján vert írógépben. Ha most lenézünk egy ilyen tájban, akkor ezt látjuk. Ezek a Hortobágyon készült felvétek, az igazságot elmondjam. Ami fejlik, az vakszik, ami nem, az pedig egy olyan terület, ahol már egy néhány centiméterre fejbe merkedtünk. Ilyen a puszta, amikor a víz felbarázdálja. Amikor kialakulnak folyóvölgyek, folyóteraszok, tanúhegyek, parányi kis olyan erecskék, amelyeknek a távolsága egymástól szintkülönbsége nem több 2-3 milliméternél. Amikor egy csillagászati konferencián ezeket a képeket, ehhez hasonlókat bemutattam, akkor száz le, nem sokkal előtte, a Spirit nevű marsjáró szonda, ami küldte a tökéletes minőségi képeket, és látott különböző formákat, és azt mondták a csillagászok, hogy ha Marson nincs víz, de valamikor volt, akkor ilyen formát a jelenléte mindenképpen meg kell jelenjen. Elküldtem nekik 300 ilyen mikrofotót, amiből, hogy mit csináltak, én nem tudom, de azt mondták, hogy ez a Mars kutatásnak ilyen tény részévé válhat. És legvégül a tájátalakításnak a menetéről. Ebben a tájban gyökeresen két dolog, két beavatkozás történt, amikor az ember megépített a Mirhó-gátat, amely Tiszának azt a kijöttési pontját jelentette a vászolók határában, ami a Tisza kifakadó vizét végigengedte az egész Alföldön, Arany János határáig, Nagyszalontáig elmenvén. A másik pedig, amikor 1846. augusztus 27-én az első kapavágást a legnagyobb magyar elvégzi majd Tiszadob határában. Ilyen most a Mirhó-gát, ha önök arra mentek volna, amerre idő nem engedi, tehát Kiskörén át menni Porosztóron, akkor átmentek volna ezen a Mirhó-gát, ami most egy műút vezet át. A vászorok határában vagyunk. Emlékjük a 200 éves évfordulón, most ez 200
25 évvel ezelőtt történt emlék, igen, ez a plakett, ami benne van a kettő, és a vízjárt és a mentesített határ. És itt vagyunk akkor Tiszadob határában, 846, a legnagyobb magyar ezen a helyen végezte az első kapavágást, az Andrássyaknak a birtokán, Andrássynak a emlékoszlopa Tiszadob Urkumi Magaslati nevű helyén, és a legnagyobb magyar, aki viszont ekkor már halott, mert április 8-án a vita hevében, ami a szavázás témájában zajlott órákon, napokon át, gutaütésben meghal. Széchenyi erről a történési naplójában döbbenetes sorokat ír. És itt jön a magyar kubikus, aki ezt a munkát a kapavágás után 50 év alatt végrehajtja. Mondok egy számot. A Kárpát-medencében 50 év leforgása alatt ettől a dátumtól kezdődően 6311 kilométer vétörtés jön létre. A világon ennyi idő alatt sehol ennyi. Tehát a magyar kubikus ebben a dologban olyan munkát végzett, akiről így emlékezik meg, mindjárt Jókai Mór ismételtem. Itt van a kubikusok, szép számmal voltak ködöttük asszonyok is, és 50 éves munkát még ott elvégezték, utána kimennek Csehországba, Olaszországba, Németországba, ott végzik ezt a munkát, mert kiváló munkaerőnek számítottak. És hogy őket meg kellett fizetni valakinek valamiből, a legnagyobb magyar azt csinálja, elmegyen kölcsön kérni Bécsben, egy görög származású zsidó embertől, aki bankár Bécsben, kölcsönt vesz fel. Mert a kubikust meg kell fizetni. Miért? Mert ők az Isten munkásai. A gátemelés rettenetes munka, Herkules feladataival betekedik. Minden munkás előtt tisztelettel hajtom meg a fejem. De a tiszamenti kubikusok előtt levett kalappal haladok végig, mert azok az Isten munkásai. Így vélekedik Jókai Mór, hogy semmit nem ír, csak ezt ír, akkor is már nagy ember. Legalábbis jellemileg, erkölcsileg. A Tiszatóra repültünk, önök ide mennek. A mostani tájkép ilyen lesz majd. Egy középfolyású Tiszam, gáta közé szorítva, és erdővel a szegélyén. A Tiszatavon vagyunk már is, lehet látni, hogy partját fák szegélyezik, ezek általában fűz-nyár ligeterdők, és hínár vegetáció borítja a vízfelszínt. És így van, amit magyaráznom kell. A 35 évvel ezelőtt megépült Tiszató, itt van a gátja, itt folyik a folyó, itt van a különböző öblezetek, különböző felszíni borítással. Maga Tiszató nagyon találó név, mert a Tiszának egy tava. De ha azt mondtuk volna, hogy Széchenyi tározó, lehet, hogy jobb lett volna, ezt javasoltam, amelyik a névadásra sor került, mert akkor ilyen módon egy picit azt a homályt eloszlatjuk, hogy mi hát ez folyó, avagy valamilyen tó. Is ez van a lényeg. A Tiszató egyszerében itt folyik tetszikán az élő Tisza, a gáz szegélyében. A nyílt vizek, ezek tóként viselkednek, mert itt ebben semmilyen hínár vegetáció rajta nincsen. De majd önök mondjuk a csónakra szállnak, akkor látják azt, hogy bizony be van hínárosodva, mert a víznek a mélységétől, ahogyha a vízmélység nem ér el kb. 1 méter sem, ott a hínár már visszajött. Ahol 2 méteres a vízmélység, ott a tó megmaradt, nyílt vízzel borítottan, és a köden folyik keresztül a ködéfolyást megtartó Tisza. Amikor vita volt az, hogy most akkor ez a itt látott kép, ez mikor fog bekövetkezni, azt mondották, hozzá nem értő szakavatottak, hogy itt a Tiszató stabilan egy nyílt vízként megtartható lesz, a benövényesedése majd valamikor a századok múlva fog majd csak sorra kerülni. Erre azt mondta a természet, hogy nem, pillanatok műv alatt. Itt éppen már csónakázunk a kutyával, de ott van rajta a hínár vegetáció, és itt van a térkép. A Szeged Egyetemmel közösen csináltak ezt a dolgot meg. Egy korabeli térkép az egész Tiszatavat egy összefüggő kékfoltként jelzi. Vélték azt a hozzá nem értők, hogy itt majd a víz, megfelelő vízszinten beállítva, egy tavi ökológiai rendszert hoz létre. És márként nem telt el 5 esztendő, az első hínár formán megjelent. Itt, a
amit tetszenek rá, de be van növényesedve. És ez csak szaporodott. Tehát ilyen tekintetben az egykori alföldi vízi világ egy pár év alatt visszajött. Hogy ennek ki az, aki legeslegjobban örül, én vagyok. Mert amit nagyapám, aki 1867-ben született, és nekem gyerekkoromban rengeteget mesélt a hajdan volt vízi világból, a vonyító farkasokat, mikor vágták terent a jeget, hogy azokat milyen módon riasztották el, a gyereki fantáziám kellőképpen nekilódult, de nem láttam, csak elképzeltem. Ha Tiszatóra megyek, akkor ezt látom. Nagyapám ezt látta. Tehát ezek a fontok, amit majd önök majd a csónakkal szépen körbekarikáznak, ezek már mind a régi alföldnek a visszajött egykori vegetációi növényzetei. És hogy mi az egészben a vonzerő? Ez. Hogy Európában is itt jön, amikor tehát azt mondja, az ember jó szándéka megpróbál valamit csinálni, és akkor eltönti a sorsát, ennek maga a természet. És ilyen formában egy olyan rendszer jött létre a Tiszató esetében, ami a világon nagyon kevés helyen létre, Európában sehol nem jött létre, ahol a hajdani egykori természetes állapot az ember beavatkozása révén, a természet által módosított formában újra megjelenik. És akkor jönnek a záróképek, következnek azok a képek, amikor jön a fenyegető veszély, a Tisza árad, ha megtetszenek figyelni, három dátumban, ennyi volt, ennyi lett is most, 2006-ban pedig már a 2,5 métert meghaladta a korábbi 844 cm-es árvízszint. Tehát a fenyegető veszély nem múlt el. Ennek érdekében mit próbálnak csinálni? Tározókat hozunk létre. A Tiszarofi tározó, amikor megépült 5 évvel ezelőtt, június 5-én már megnyitására sor kerülhet, ha ez nem történik, akkor a Szolnokot nagyon-nagyon komoly veszély fenyegette volna, esetleg egy gázszakadásnak is a rémébe fenyegetett módon. Ez szerencsére az úgynevezett Orci zsilip még nem lépett üzembe a nagykunsági tározó mentén, mert még a vízszint ezt nem kívánta meg. A nevek Orci Lőrinc, nagy dinasztia, nagy név. Budapest az Orci kert, gondolom ismert talán többek számára, keleti pályaudvarnál, és ez pedig a Szapári híd, Szapári Kálmán volt egykori kormányfőnek, a vési nyug helyett kb. Egy olyan kilométernyire van az új rendszer mellett, és egy emléktáv mutatja azt, hogy 2012-ben egy tározórendszer a nagykunsági kialakult, és pillanatnyilag megvan akkor három. A Jászságban a Hanyi Tiszasűi, a Nagykunság és a Tiszarofi, és már elsőnek megalakult a Cigán, de a Tisza jobb felső partján. A Beregi és a Szamoskraszné pedig most van éppen épülőben. Ezekkel próbálunk a vizek ellen valamisként bölcsen védekezni. És akkor nekünk ezt Kárpát-medencéjének tudnunk kellene, hogy akkor vizének 90%-a külföldről érkezik. Az alvízországban lévő Magyarország vizeit ilyen módon kapja. Teleki Pál azt mondotta, hogy csak 2 folyóska van az, amelyik ezt a rendet megszegi, hogy nem befele, hanem kifele folyik. A kis Poprád, a Poprádi Benec, a Tátra déli lábánál, és az Olta még a Vörösorony szorosnál kimeve, a Havasalföld a Dunát megtalálja. Minden víz befele folyik. Most ennek 90%-át mi úgy kapjuk meg, hogy külföldről. Tehát a stratégiai fenyegetettségünk nekünk nem itt dől le, hanem kint a határon túl. Ukrajnában, Romániában, és fent nyilván az északi szlovák területén. Európai elsőséget élvezünk a tekintetben, hogy minden 30 talp alatnyi föld még mindig ártér. És amit nagyon lényeges tudni, hogy a táj átalakulása gyökeresen ekkor ment, amikor azt mondom, hogy az egykori ártér, ami közelítette a 30 ezer négyzetkilométert, lecsökkent 1300-ra, és hadánynak a vízbarátsága átlagos években nem éri el a 1,5%-ot, jobb esetben éri közelít a 3%-ot. Tehát a Kárpát-medence egyszer hihetetlen mértékben van vízbőségben, másképp egy gyakorlatilag teljesen kiszáradó síkvidéki alföldet jelent. És akkor a záró gondolat egy másik szeretett írótól úgy hívják, hogy Szabó Zoltán szerelmes földrajzában csodálatos eszét ír,
Az Alföldről is többek között, és ezt ír ebben a említett részletben. Az Alföld, ez az aranysárga csík, amit most ő síknak említ, más esetben csíknak említ. A búzavirág zafírkék ékszerével a roppant és vég nélküli síkság. És egy érdekes mondat következőben, amikor azt mondja, ez egészen síkság. Magyar nyelv ritkán fogalmaz így. E tökéletesen legyarult föld az őszinteség földje, és nem olvasom tovább. Ezzel a képet kívánok önöknek, ilyen búzavirágos, éppen aratásra váró búzatáblával szép látványt a határban, mert ez is szép. Egy magyar embernek egy ilyen kép, úgy hiszem, hogy ez is szép. Ha Petőfi Sándor mondja, vagy esetleg éppen Szabó Zoltán, valdeképpen, hogy magunk látjuk ilyennek, akkor is. Legyen szép kirándulások. Isten önökkel! Nagyon nagy szeretettel megköszönöm dr. Tóth Albert professzor emeritusnak, Berci bátyámnak, hogy itt volt közöttünk. Kedves Berci bátyámnak nagyon köszönöm, és nagyon örülök neki, hogy el tudott jönni hozzánk, annak ellenére, hogy nagyon szoros program beosztása van, hiszen rengeteget dolgozik azon, hogy ez a tájegység magasabb szinten is megtámogatva, nagyobb pénzösszegekkel, komoly projektekkel, a maga valójában, magyar valóságában és a természeti adottságainak megfelelően működjék. És ezért is kell Budapestre utazni a Berci bátyámnak. Eredetileg elkísért volna bennünket, de nagyon örülök, hogy így délelőtt ezt az előadást el tudta vállalni, és itt volt közöttünk. A találkozónak az összeállított anyagával, Kárpát-medencei feliratos táskával, pólóval, egy kis nedűvel, egy szép mézes kalácssal, ami a nagy templomunkat ábrázolja. Szeretném megköszönni azt, hogy itt volt közöttünk, és sok erőt, sok egészséget kívánok, hogy még sokat tudjon tenni a magyar tájért.